Megvan az az érzés? Amikor olvasod a Bibliát, és egy vers, egy fél mondat, vagy egy gondolat úgy jól megragad. Én ma, hogy föl is írom magamnak ezeknek a szavaknak a kezdőbetűjét, és napközben olyan helyre rakom, hogy többször is ránézzek véletlenül. Ilyenkor mindig az a kihívás, hogy emlékezni tudok-e arra, amit reggel olvastam. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Ez pont annyira megdolgoztatja az agyamat, sokszor eszembe jut még az érzés is, hogy milyen klassz volt megerősítést kapni Istentől ebben a dologban. Lehet, hogy ez egy kihívás nekem, amit szeretnék megélni aznap, vagy egy bátorítás, hogy milyen jó az Úr, mikor nehéz a napom. Ráadásul én nagyon szeretek memorizálni dolgokat, úgyhogy plusz pont, hogy ezt is gyakorolhatom, ráadásul valamilyen nagyon hasznos dologra használhatom. Gyorsan készfeltétellel jeleznétek, Léci, hogy hányan gondoltátok most, hogy igen, tényleg ez milyen jó. Szívesen kipróbálom, vagy igen, megvan az az érzés, amiről beszélsz. Jó, oké, köszi. Mielőtt belemegyünk, hogy miért nehéz beleszületni a Bibliába, miért szerethető a Biblia, és hogyan segítsünk a fiataloknak, szeretnék röviden feltenni egy nulladik kérdést. Miért segítsünk a fiataloknak beleszületni a Bibliába? A legtöbb felsorolásom nem kimerítő, úgyhogy a többit képzeljétek oda, de pár jó indok, hogy boldog az az ember, aki Isten igéjével foglalkozik. Gyönyörű az Úr igéje, és elpusztulnék, ha nem ez gyönyörködtetne. Legalábbis ezt mondja a Zsoltáros, és szerintem sokunkkal megesett már, hogy azt gondoltuk, ha nem segítene Isten, ha nem szólna hozzánk, nem is tudom, hogyan maradnék életben. És akkor az első kérdés, hogy miért nehéz a fiataloknak olvasni a Bibliát? Azért, mert azt gondolják, hogy unalmas, régi, nehéz megérteni. Nem szeretek olvasni. Hallottam már eleget. Hol kezdjem? Nincs időm. Fáradt vagyok. Van jobb dolgom. Még annyi sorozatot meg kell nézzek. Talán egy kicsit jobban fáj belegondolni, hogy mi, esetleg hogyan vesszük el a fiatalok kedvét a Biblia olvasásától. Van, hogy feláll a lelkész. Mond pár izgalmas sztorit, fantasztikus metaforát, és aztán kinyitja a Bibliát, és elkezd hosszan, unalmasan beszélni. Az már nem annyira megnyerő. Vajon a fiataloknak melyik fog jobban kelleni ezután? A fantasztikus sztorik saját életünkből, vagy a fantasztikus, de sajnos unalmasan előadott Biblia? Vagy az ifi vezető felolvas egy ige verset, mármint hogy egy fél sort, és utána fél órán keresztül beszél egy témáról, de úgy, hogy közben összecsukta a Bibliát, lerakta, és most már csak mintha saját magát adná elő. Ez se segít legalábbis vizuálisan látni, hogy most tényleg a Bibliáról van szó, és mennyire fantasztikus. Természetesen nem csak az ifjú vezetők és a lelkészek tehetnek róla. Tényleg nehéz olvasni a Bibliát. Olyan ez, mint a testedzés, ami így ideig több béna és demotiváló, amíg hozzá nem szoksz, amíg rá nem jössz, hogy hogyan kell csinálni, milyen feladatok vannak, és meglátod a munkád eredményét. Aztán olyan is van, hogy utána már napközben is azon gondolkodsz, hogy milyen izomcsoportot fogsz megedzeni, milyen feladatokkal fogsz küzdeni a konditeremben, és milyen jó érzés ez, mikor bedurransz, mikor feltöltődsz. De ha az elején nincs, aki bátorítson, ha nem adod bele magadat, simán megunod két hét alatt. Ami újra meg nem nézel egy motivációs transformation videót. Tehát fontos, hogy tudunk el hogyan, és kell valaki, aki bátorít, hogy csináljuk ezt. Vagy olyan, mint korán felkelni. Elég nehéz, ha nem vagy hozzászokva, de tudod, hogy megéri. Akkor igenis fel fogsz kelni 6 órakor. És lehet, hogy hozzászokik a szervezeted, egyre könnyebb lesz. Vannak olyanok,
akik ha elkötelezik magukat, simán hozzászoknak a bibliaolvasásához, élvezik is, és megszeretik a Bibliát. De mi van azokkal, akik nem szeretnek olvasni? Hát akkor hallgasd, amíg hajtogatsz otthon, vagy sétálsz, futsz, stb. Ha túl bonyolult egy az egyben nyersen a Bibliát olvasni, lehet jobban segít, ha valaki magyarázza, akkor hallgasd úgy, teljesen jó. Lehet valakinek rövid a fókusza, akkor érdekesebbé kell tennünk. Lehet, hogy olvashatod valakivel együtt, az is segít. Előkapod szünetbe az órák közt egyszer a napi igeverset a telódon, nem kell rögtön a Bibliát előcsapni az egész osztályodat, de csak elővesz egy igeverset, felolvassátok, vagy csak megnéztek, és azt mondtad, hogy jelent ez neked valamit? Hát nem, neked? Ja, van egy gondolatom, jó, kész, menjünk tovább. Kezd kicsibe, kezd a legrövidebb Zsoltárral, vagy egyetlen egy példabeszéddel. Amúgy meg YouTube-hoz és Netflix-hez szerintem nagyon kevés embernek rövid a fókusza. Lehet, hogy egy videóval együtt nézheted. Hát úgy könnyebb figyelni. Lehet, hogy van olyan, aki egykor talán szeretett olvasni, de a sok kötelező olvasmány terhe teljesen elvette már a kedvüket. Ilyenkor jövünk mi, megmutatunk nekik egy új motivációs transformation videót. Értsd! Újra megmutatjuk nekik, hogy értékes, hasznos és érdekes a Biblia. Következő a másik kérdés. Mitől szerethető a Biblia? Nem tudom, hányan találkoztatok már ezzel a rövidítéssel, vagy Bible, Basic Instructions Before Leaving Earth. Minden benne van, ami ehhez az élethez szükséges, és a Bibliában is van pár igevers, ami ugye azt mutatja, hogy ezek elegek nekünk ahhoz, hogy üdvösséget szerezzünk. De ugye nem csak ennyiből áll. Az is tapasztalható, hogy lelki hatással van ránk, mikor olvassuk Isten igéjét. Megváltoztat minket. Hasznos az egymással közötti kapcsolatunkban is. És még ennél is sokkal több. Mert megismerhetjük Istent rajta keresztül. Az Isten, aki hatalmas, fönt van a mennyekbe, mintha tök távol lenne, de mégis megismerhetjük, mint mennyi atyánk. Mikor meg akarsz valakit ismerni, hogy csinálod? Stalkolod Facebookon, megnézed az összes Insta posztját. Ha Istent akarod megismerni, akkor elolvashatod, hogy miket tett, milyennek mondja magát, megnézed a bióját, megnézed a képeket, amiket a Biblia fest róla. Aztán ott van a Biblia, mint történelmi, irodalmi mű. Lehet vannak fiatalok, akiket ez hoz lázba. Például 40 különböző szerző írta 1500 év alatt, 3 különböző nyelven, ennek ellenére egy történetet mesél el. Tele van iszonyat pontos részletekkel, például emberek neveivel és számával. Amit a legtöbben ununk, de lehet, hogy valakinek pont ez az érdekes, hogy ezek igazi emberek voltak, és le van írva így. Van benne 12 törzs, 12 tanítvány, aztán 12-szer 12 000 pecséttel megjelölt. És akkor rájövünk, hogy nem is annyira unalmas a Biblia. És nem baj, hogy régi, mert ma is működik. Isten szent lelkének hála. Ez van egy kérdés nektek, amit most csak magatokban gondoljatok át. Te mennyire vagy miért szereted a Bibliát? Én úgy gondolom, hogy először a vezetőknek kell beleszeretni a Bibliába, és utána tudják a fiatalokkal is megszerettetni. Mert amikor találsz egy új appet a telódon, és mindenkivel meg akarod osztani, hogy milyen hasznos. Vagy látsz egy jó filmet, például nekem a Dűne volt ilyen, kijöttem a mozi ajtón, és ott az utolsó daltól, ami még csengett a fülembe, olyan leírhatatlan wow érzésem volt. Még sose volt ilyen mozi élményem, és talán nem győztem ecsetelni a barátomnak, hogy meg kell nézniük a Dűnét, hogy szuper volt, és hogy moziba kell megnézniük, mert ott lesz meg ez a feeling. Ugye egyenélkül nem megy. Például van most az új Batman film. Ja, hát én még nem láttam, de zseniális, mindenkinek meg kell néznie, legalább 2-szer, egy nap alatt, IMAX-ben, VIP-ben. Aha, és mi tetszett benne? Hát nem, én még nem láttam, csak hogy érted, ez annyira nem meggyőző. Először nekünk kell beleszeretni a Bibliába, és utána tudjuk hitelesen segíteni a fiatalokat, hogy ők is beleszeressenek a Bibliába. Akkor elérünk a harmadik kérdéshez, amiről amúgy az egész sufni kéne, hogy szóljon, hogy hogyan
segítsünk a fiataloknak beleszeretni a Bibliába. Itt van például a Biblia neked. Lehet, hogy már az elég, ha jól néz ki, és van benne egy-két kis segítség az olvasásához. Az IVK-n már most majdnem az összes tippemet lelőtték, mert mindenki azon munkálkodik, hogy a fiataloknak érdekessé tegyük a Bibliát. Vannak dolgok, amiket csinálhatunk az IFIN. Használjuk ki azt, ami alapján mi is beleszerettünk a Bibliába. Mutassuk meg nekik, hogy mennyire fantasztikus Isten igéje. Vannak benne törvények, versek, számok, amik randomnak tűnnek, számok, amik hihetetlenül következetesek. Vannak benne történetek, háborúk, szeretet, önfeláldozás, tragédia, győzelem. Használjuk Bibliát az IFIK-en. Aztán vannak a Biblián kívüli eszközök. Én például ezt az alkalmazást használom, hogy megtanuljak igeverseket. És vannak olyan fiatalok, akik ebben szívesen kipróbálják magukat. Van a Bible Project Magyarország, akik grafikákat csinál bibliai könyvek összefoglaló videójához, bibliai témákhoz. Nem kell csetelni, ti is láttátok ma, nem volt unalmas, nem volt nehéz koncentrálni. És magyarul is elérhető ezeknek már nagy része. Van a Chosen sorozat, amit nagyon sokan szeretnek, és tökre felkelteti valakinek az érdeklődését, hogy most akkor beleolvasok az evangéliumba, vagy valami más részébe a Bibliának. Ott van az útjelző, mi ugyanúgy itt van az Expo-n, ez most már végre köszi, ebben is elérhető, és most már nagyon könnyű egy 3 percet tölteni Isten igével, és itt van a magyarázat, nem kell magadnak, jó, most ne a teológia miatt, magadnak megszülni az ötletet, valaki már Isten szent lelkének a segítségével eltöltött időt azon, hogy pár perc alatt is egy értékes gondolatot vihessenek magukkal a fiatalok a napjukba. És akkor van, ami elengedhetetlen. Mert csak Isten adhat megértést, mikor olvassuk a Bibliát. Imádkozzunk tehát, hogy Isten lelke adjon érdeklődést és értést a fiataloknak. A lelki ember nem fogja elfogadni Isten lelkének a dolgot. A nem lelki ember nem fogja elfogadni Isten lelkének a dolgait. Egy ideig lehet, hogy érdekesek azok a sztorik, de az igazi változás akkor fog jönni, ha Isten szent lelke munkálkodik. Gondolom ez alap nektek is, de magamból kiindulva sokszor nem ebbe bízunk a legjobban. Szerintem még egy kérdés. És Istennek amúgy olyan a humorérzéke, hogy pont aktuális volt nekem ez, amikor készültem. Hogyan lehet a fiataloknak segíteni, hogy beleszeressenek a Bibliába, amikor neked nehéz gyönyörködni benne? Múlt héten több olyan reggel volt, hogy nem olvastam a Bibliát, mint hogy olvastam. És nincs most már bűntudatom, de valamiért nem jó ez az érzés. És vágyom rá, hogy újra megjön a kedvem, az elszántságom ahhoz, hogy olvassam reggelente Isten igéjét. Viszont annyira örültem, hogy már felraktároztam belőle, mielőtt ez megtörtént, mielőtt nehéz volt. Attól, hogy egyik reggel nem olvasom a Bibliát, Isten még szeret, és jöhetek hozzá. Attól még az igazságok eszembe jutnak és bátorítanak. És mindez azért lehetséges, mert már felkészültem előre. Jól lakott emberek tudnak pár napig vagy egy hétig élelem nélkül lenni, de fontos, hogy legyen tartalék. És egy idő után, ha az összes tartalék kifogy, akkor nincs miből élni, és nincs miből adni. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Tehát nekünk kell először beleszeretni a Bibliába, és utána tudjuk a fiatalokkal megszerettetni. Sok tippet adhatunk nekik, hogy hogyan olvassák a Bibliát, vagy nézzék, vagy hallgassák. Akkor is bátoríthatjuk őket, amikor nekünk nehezen megy. Akár beszéljünk is erről nyíltan velük őszintén, lehet, hogy ők is átmennek valami hasonlóan. De legelőször gyönyörködnünk kell Isten igéjében, mielőtt meggyőzünk másokat, hogy mennyire lehet szeretni a Bibliát. Most, hogy ezt gyakoroljuk, majd kérdésem hozzátok. Mi az, ami miatt te szereted a Bibliát? Arra kérlek titeket, hogy egy-két emberrel forduljatok össze, és osszátok meg, mi az, ami miatt te szereted a Bibliát?
Ha éppen nincs ilyen, ne hazudjatok. Lehet, hogy olyan időszakban vagytok, hogy most nehéz szeret olvasni a Bibliát, vagy nehéz egyáltalán olvasni. Talán azt is megoszthatjátok. És ha van bármi, akkor pedig bátorítsátok a másikat, és próbáljátok megmutatni, hogy ti szeretitek, és ezért megéri olvasni. Jó? Erről lesz szem 3 percünk. Vagyis, hogy folytathatjátok, de a sufinak vége, 10 perc múlva kezdődik a következő dolog, meg a többi. Úgyhogy köszi, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy az ifjúseitekkel is meg tudjátok majd osztani, miért szeretitek a Bibliát.